A katolikus egyházon belül Németországban van egy úgynevezett Der Synodale Weg. Ez egy mozgalom, ahol a úgynevezett laikus tagok és a püspökök együtt, tehát az egyház vezetői együtt próbálnak azon tanácskozni, hogy mi az egyháznak a kivezető útja, főleg a szexuális visszaélések miatt létrejött helyzetből. És érdekes módon a németországi híradó tegnap este, éppen ezt láttam, hogy a pápa azt tanácsolja, hogy az egyház ne alulról fölfele legyen megreformálva. Tehát itt látjuk, hogy ez a pápának is a módszere, illetve az ő eszköze az, hogy azt mondja, hogy ne alulról fölfele reformáljuk meg az egyházat. Igazából a demokrácia világában ez egy nagyon idegen gondolat kéne legyen, hogy fölülről lefelé működik egy egyház, hiszen a démosz, a nép, a demokrácia alapelvei alapján a nép kéne döntsön, a nép kéne szavazzon, a nép kéne az egyházakban ugyanúgy a protestáns elvek alapján, illetve a bibliai elvek alapján a küldöttek, a gyülekezet kéne döntsön, és nem pedig egy diktátor, nem pedig egy pápa, és nem pedig a hetednapi adventista egyház generál konferenciájának olyan bizottságai, amiknek nem is hatóköre bizonyos dolgokban állást foglalni. Itt egyébként meg kell említenem még két dolgot. Az egyik az, hogy a keresztény advent közösség nem tartozik ide, ehhez a hetednapi adventista egyháznak, ehhez a generál konferenciájához, tudomásom szerint, és a reform adventista egyház sem. Tehát ezek különálló szervezetek az adventizmuson belül, de az egyház, ahol indult az adventizmus, az a hetednapi adventista egyház, aminek a generál konferenciája ezen az állásponton van. Másik és utolsó dolog pedig, hogy sokan talán azt gondolják, hogy jó, hát a generál konferenciának ezt a adminisztrációs bizottsága ilyet-olyat mond, de hát ha annak nem is az a hatóköre, akkor az gyakorlatilag nem is számít, ez nem is olyan nagy dolog. A lényeg viszont az, hogy ha jól tudom, nem a teljes küldött gyűlés, de a generál konferenciának az évente összejövő ülése is megerősítette ezt az állásfoglalást, az adminisztrációs bizottság állásfoglalását, de nézzétek meg pontosan Konrad Wein elemzését, ő ezt konkrétan elemzi, és ez a helyzet, ez nem úgy van, hogy valaki itt valamit rosszul csinál, de azért a nagy többség nem úgy gondolja, vagy a vezetés az máshogy. A vezetés nem szól semmit. A vezetés nem engedi azt, hogy a küldött gyűlésen megvitassák ezt a témát, ahol meg kéne vitatni, ahol petíciót nyújtottak be. És sokszor így egymásra mutogatnak az emberek, és megpróbálnak ilyen-olyan csellel valamit elérni, de gyakorlatilag ennek nem így kéne működnie. És ugyanez van az ökumeniában is, hogy azt mondják, hogy na jó, hát akkor a Gannon Diop az, aki az ökumeniát előterjeszti, de a Ted Wilson az biztos, hogy máshogy látja a dolgokat. Igazából egy Ted Wilsonnak itt fel kéne állni, és azt mondani, én ezt másképp látom, és hogyha ti ezt nem fogadjátok, hogyha ezt nem lehet kitisztítani ezt az ügyet, akkor én itt elmegyek, és feladom ezt a posztot. De mivel nem teszi ezt meg, hanem hallgat, ezért gyakorlatilag részbűnössé válik, mert nem akarok itt emberekről ítélkezni, de maga az a bizottság, aki ebben dönthetne, és akinek döntenie kéne, az részbűnössé válik akkor, hogyha nem helyez fegyelmi eljárás alá olyan ügyeket, amiket a hatós körébe van, hogy fegyelmi eljárás alá kéne helyezzen.
Tehát ez a gyülekezeti bizottságnál is így van, ez a gyülekezeti kézikönyv írja a hetednapi adventista egyházban, hogyha a gyülekezetben valaki egy nyílt bűnt elkövet, és a gyülekezeti bizottság tudomást szerez erről, és nem tesz fegyelmi lépéseket, akkor nem csak, hogy részbűnössé válik, hanem olyan, mint hogyha a gyülekezeti bizottság végezte volna el ezt a bűnt. Ezt Ellen White-tól idézi ez a gyülekezeti kézikönyv. Tehát ezek nem kis dolgok, és az, hogy ezekről a problémákról az egyház vezetése hallgat, ha továbbra is hallgat, akkor ez egy komoly probléma, és föl kell tenni azt a kérdést is, hogy Isten vajon meddig fog dolgozni ilyen vezetőkkel, vagy meddig tűrheti ezt, vagy mikor jön el az a pont, amikor azt mondja, hogyha a Szentlélek vezetését kiiktatják, vagy e fölé helyezik magukat, akkor mikor jön el az a pont, amikor a Szentlélek ellen vétkezünk. Én nem mondom azt, hogy ez a Szentlélek elleni vétek, ami itt megtörtént, vagy megtörténik, de azért nyitott szemmel kell járni, mert ezek nagyon komoly dolgok és mérföldkövek, amik itt történnek. Köszönöm szépen a figyelmet!